Bárány Enikő nagyon sok szállal kötődik a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljához. Melyek ezek? Kisvárdától 25 kilométerre születtem, Csengerben. Ez az egyik kötődés. A másik pedig, hogy néhány évvel ezelőtt, de az jó sok néhány évvel ezelőtt volt, amikor zsűri voltam Kisvárdán már egyszer. Ezért is nagyon örülök, hogy az idei évben is meghívtak, nagyon megtisztelő számomra, és nagyon sok olyan kollégával találkozhatom, akikkel egyébként soha nem találkoznék, csak Kisvárdán. Művészként mit gondolsz arról, hogy mennyire inspiráló az a kulturális keresztmetszet, amely csupán ott tapasztalható? Számomra ez azért inspiráló, mert olyan művész kollégákkal, alkotókkal találkozhatom, és beszélgethetek esténként, vagy nézhetem a műveiket, vagy láthatom őket játszani, akikkel nem tudok minden nap kapcsolatba kerülni, hiszen távol vagyunk egymástól. Bár Kolozsvárot ugye rendeztem, azt a társulatot jól ismerem, de hát ez nagyon nagy élmény, hogy ilyen nagy keresztmetszetet kap a határon túli színjátszásról az ember. Csengeren workshoppal vártátok a közönséget, és készültök talán idén is. Mit gondolsz arról, hogy például Kisvárda esetében egy-egy ilyen workshop, ahol esetleg ott vannak a különböző színészek az egyes országokból, akik részt vesznek a fesztiválon, mit tud eredményezni, milyen szakmai eredmény tud születni belőle? A csengeri tanítás az azért fontos számomra, mert azt nem most kezdtem el, hanem több éve építem, és nem csak itthon, hanem külföldön is tartottam ezeket a workshopokat, amely mindig Csehov sirályára épül. És ez azért nagyon izgalmas, mert azok a határon túli fiatal művészek, gondolok itt a kolozsvári egyetemistákra, vagy a szlovákiai egyetemistákra, akik szlovákiai magyarok, ők például nem tudnak magyar nyelven játszani az egyetemen, vagy nincs olyan, csak kevés óra számuk van magyarul, ezért ők szlovákul játszanak. Viszont nagyon nehéz találkozniuk a velük egykorú társaikkal, hiszen Pozsony és Kolozsvár között nagy a távolság. Tehát ez egy jó találkapont, ha csak, és ez az idén is lesz, és most jönnek a délvidékről is, és ez mindig inspirálja meg, tovább lendíti meg, nyitottságra készteti az embert, hiszen több országból jönnek, és az egyik a szlovákiai kultúrán nevelkedett a magyar kultúra mellett, a másik a romániai kultúra mellett, tehát a gyerekek nagyon sok mindent hoznak magukkal, és nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni. És azt hiszem, csak visszakanyarodok Kisvárdához, hogy itt is az a helyzet, hogy több országból jönnek, és ez szerintem nagyon inspiráló. Ez a 33. fesztivál, tehát idén lesz a 33. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, és idén zsűritaként veszel részt újra. Hogyan készülsz erre, mennyiben megtisztelő egy ilyen, vagy izgalmas, inspiratív egy ilyen felkérés? Először is nagyon vágyom arra, hogy színházba menjek. És ez egy nagyon különleges dolog, hiszen most a pandémia miatt nagyon nehéz helyzetben vannak, és voltak a színházak, és gondolom lesznek is, de reméljük, hogy most energiával feltöltődünk, és elindulnak majd a színházak. Van, aki már el tud indulni nyáron, van, aki ősszel, de egy ilyen seregszemle, ez meg ez óriási dolog, hogy az ember be tud ülni, és nézni tudja a többieket. Tehát ez egy nagy ajándék, hiszen most erre ki vagyunk éhezve. Thank you.